Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt különböző kívánok. Számokat, statisztikákat láttam. Én meglepődtem, de majd segít nekem eligazodni, mint mindig 2030-ig 1 millió embert érinthet az automatizáció egyes szektorokban eltérő mértékben. Ez egészen pontosan mit jelent a mostani fejlesztések, különböző robotikai fejlesztések? Gyakorlatilag a gép ki fogja váltani az embert? Én erre a számoktól tartózkodnék, szerkesztő úr, mert egy tanulmányról ezért van szó. Ezért fog nekem segíteni. Természetesen én azt gondolom, azért érdemes ezeket a tanulmányokat elolvasni, nem csak ezt, mert egy irányt mutat. Elképzelhető, hogy Magyarországon a mai 4,4 millió embernek a foglalkoztatása egészen más fog zajlani 10 év múlva. De azért szeretném mondani, hogy de. Én azt tudom igazából elképzelni, hogy elsősorban az anyagigényes ágazatokban, az olyan ágazatokban, ahol az élő munka viszonylag könnyen kiváltható, ott ez a folyamat fölgyorsulhat. Például az anyagmozgatás. Például az anyagmozgatás, de én nem csak erre gondolok, én például arra gondolok, hogy egyszerű szolgáltatást mondanék önnek, például a biztonságtechnika, amikor tudjuk azt, hogy Magyarországon 80-100 000 ember biztonsági őrként dolgozik, hogyha a digitalizáció úgy fejlődik, hogy mindez kamerákkal egy központból ellenőrizhetők, az emberekre nem lesz szükség. Én voltam olyan szállodában, nem Európában, de voltam olyan szállodában, ahol nem találkoztam recepcióssal. Bedugtam a kártyámat, beengedett az ajtó mögé, ott vásároltam meg a saját vacsorámat, kiadta egy kis dobozkában, a szobámnak megkaptam a kulcsát, a szobámból eltávoztam, ott is volt mindenféle kamera, de gyakorlatilag egy gondolom én reggel megjelentek a takarítónők, de egyébként nem találkoztam emberrel abban a szállodában. Most teljesen jó, hogy a vacsorát mondta, mert pont kontra példaként mondtam volna, azért én abban reménykedem, hogy tíz év múlva azért mindig a pincérrel elbeszélgetve, az étlapot átbeszélve fogom megkapni a kedvenc vacsorámat. Tehát én tudom, hogy vannak ilyen megoldások, de nem hiszem, hogy a minőségi vendéglátás ebből az irányba megy. A másik, amit ki kell mondani, hogy nem kell félni attól, hogy ez az 1 millió munkahely elveszik, mert én úgy gondolom, és főleg sajnos egy öregedő társadalomban sajnos ezzel számolnunk kell, hogy a humán szférában rengeteg ember hozható át, esetleg a mai, ma még ugye termelő szférában dolgozók közül. Tehát én azt gondolom, hogy főleg a szakképzés, az oktatás, ahogy majd átáll erre a piacra, el fogunk oda jutni, hogy valóban lesznek a kiváltások, amit ön mond, akár 100 000-es milliós nagyságrendben, ugyanakkor például a szociális ellátásban, az öreggondozásban, az egészségügyben, az oktatásban, aztán a gyermekekkel való foglalkozásban sokkal-sokkal több. Orvoslásban. Az orvoslás az érdekes, az feles. Az feles, az feles dolog, mert hogyha a digitalizáció így fejlődik, ahogy fejlődik, akkor az egész történet a receptfelírásos mizéria, ami ma Magyarországon van, vagy a legkisebb betegséggel is úgy kell találkoznom, most amikor számítógépen gyönyörűen tudjuk beszélni a korábbi adataim alapján, hogy körülbelül mi lehet a bajom. Tehát én azt mondom, hogy egy egészséges átmenetre kell számítani, és valóban mi a VOSZ-ban is egyébként erre külön munkabizottságot fogunk alakítani, a munkaerőpiac átalakulása címszóval, most slendriánul fogalmaztam, de a dolog az, hogy mikkel kell szembenéznünk, és itt az oktatás és a szakképzés persze, hogy az első lépcső. Nagyon szépen köszönöm, hogy ez utóbbit megemlítette. Öntől fogok most idézni, azt mondta az előbb, hogy egészséges átmenet. Mi erre fel vagyunk-e készítve? Tehát, hogy rendben van, hogy jön az átmenet, de önmagában ennek a pszichológiai, meg technikai módjára fel vagyunk-e készítve? Tudjuk egyáltalán, hogy mi zajlik? Én azt gondolom, hogy lélektanilag tartom egyszerűbbnek a dolgot, mert ugye most társadalmasabban kicsit szigorúan kell fogalmazni, tehát azok a munkavállalók, akik ezt 15-16 év múlva ezt érint, azok már 3-4 évesek. Tehát őket lélektanilag azt gondolom át lehet hangolni egy mai 5 éves gyereket, hogy 20 évesen mivel fog találkozni a munkaerőpiacon. Rendben van, de tudjuk-e azt, hogy én a technikai részén vagyok inkább egy picit, ott vagyok aggodalmas, hogy be fogjuk-e engedni, ezt nem Magyarországon fogják ugyanis kitalálni, tehát nem kell mindent a Kárpát-medencébe szabadalmaztatni, ez nyilvánvalóan nem fog megállni Hegyeshalomnál. Kérdés az, hogy technikailag fogjuk-e tudni ezt fogadni. Ebben szkeptikus vagyok. Rendben van, de az azért biztos nem fog előfordulni, legalábbis lekopogom, és remélem, hogy amikor megjelentek az első gőzgépek, akkor a földön dolgozó parasztok gyakorlatilag értetlenül álltak, és lerombolták azokat a gépeket, mert féltek attól. Ez teljesen kizártnak tartom. A digitalizáció mai fejlettségén is teljesen kizártnak tartom, hogy olyan nagy meglepetést. Nyilvánvalóan az újdonság varázsával fog jönni, de tervezhető ez?
tervezhető mindez az átállásnak a folyamata, a gyorsulása, a naptára akkor, amikor igazából bizonyos technikai fejlődéseknél azt se tudjuk, hogy mi zajlik holnap? Én azt gondolom, hogy olyan mértékben tervezhető, hogy a beruházások egymásra épül, és ezért fontos, hogy Magyarország beruházása aktív legyen. Mindig azon félünk és sírunk, hogy Magyarországon nem elég intenzív, nem elég dinamikus a beruházáspolitika. A beruházások, az új beruházások ezt hozni fogják magukkal. És mit hoz ez majd a GDP-nek például? Hát én nagyon remélem, hogy növekedő pályán marad. Most elég sok, hogy mondjam, negatív megjegyzés van, hogy majd 2020 után, ha az Európai Uniós pénzek elfogynak, ez például egy kiváló tartalék, lehet, hogy a 20-as, 30-as évekből egy ilyen kitörési pont. Van erre már modell? Tehát van erre már modell akár nyugati országban, akár bárhol máshol, hogy például a gépeknek a belépése a munkaerőpiacra az mennyit okoz bizonyos ágakban? Én azt gondolom, hogy tanulmányok vannak, mint hogy most is azt olvastuk, mondom, ezek irányokat mutatnak. Én itt a számoknál nem ragadnék rá. Nem ragadna le, akkor nézzük a másik témánkat, a diák munkát, hiszen most kezdődik ugye a szezonja. Hány diák lép be a munkaerőpiacba, és mennyi töltenek ők ott? Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy augusztus 31-ig dolgoznak. 100 000-es nagyságrendben fognak belépni, ez azért merem mondani, mert a diák szövetkezeti rendszerben több mint 130 000 gyerek már ott, már bocsánat, fiatal ember ott van. Én ez egy ifjú munkavállaló, mit szól ehhez? Ifjú munkavállaló. Egy kicsit rendben archaikus nekem az ifjú munkavállaló. Nekem tetszik. Nem baj, de abszolút jó. Tehát én nagyon jó dolognak tartom olyan tekintetben, hogy ugye mindig halljuk, főleg a kereskedelmi vendéglátásban, hogy beköszönt a nyár, és ugye akkor itt minden összeomlik, nem fog összeomlani semmi. Nagyon nehezen találnak ma a vállalkozók munkavállalókat. Én a diák munkát, az ifjúsági munkát rendkívül fontosnak tartom. Fontosnak tartom a fiatalok számára pénzkereseti lehetőségként, tapasztalatszerzésként, de a megengedik... Edukáció. Így van, pontosan, de megengedi egy picit vállalkozói szempontból közelíteni, és a vállalkozói felelősségre hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy ezeket a gyerekeket tessék szíves lenni, szabályosan, munkaszerződések keretében foglalkoztatni, figyelemmel arra, hogy Magyarországon van törvényes minimálbér és garantált bérminimum. A másik, hogy ezeket a fiatalokat olyan munkakörülmények közé kell vinni, hogy egy életre ne utálják meg a munkát, mert olyan munkakörülményeket is lehet ám teremteni egy 16-18 éves srácnak, hogy az életre az egész szakmát megutálja. Ezt nagyon fontosnak tartom. A harmadik, és talán a legfontosabbnak tartom, hogy érdemi munkát tessék rájuk bízni. Tehát nem arról van szó, hogy a csavaros kupakot kiválasztani a szemétből, meg az, ha szabad ilyet mondanom, a szemét alja munkát, bár olyan munka tudom, hogy nincs, de igenis ezeket a gyerekeket nyugodtan felelős árufeltöltésre, hogyha mintán digitális kultúrájuk van, nyugodtan be lehet ültetni a pénztárgépbe, rájuk kell bízni feladatokat, ezek a gyerekek meg fogják hálálni ezt, de hosszú távon a munkaerőpiacon egy nagyon jó előiskola, tehát én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek, vállalkozóknak nagy felelősségünk, hogy hova engedjük a gyerekeket, igény van rá, ahogy a nyugdíjas munkavállalók, tudom, hogy ez nem a mai témánk, ugyanígy a nyugdíjas munkavállalókra is igény van. A kereskedelem, a vendéglátás most ebben az időszakban, főleg ebben a bérfelhajtott időszakban korlátlan mennyiségbe tudja felvenni az egészséges nyugdíjasokat és az ambiciózus fiatalokat. Mennyire deformálja ez például a fizetéseket, hiszen mondhatja talán azt egy éttermes, hogy inkább diákkal dolgozom, és akkor az állandó munkavállalóját, vagy az, aki egyébként ott pincérként, szakácsként dolgozik, azt mondja, hogy olcsóbb bérért is eljön mondjuk a diák. Nincs ilyen helyzetben a vállalkozom a Balatonnál, meg a Berencei tónál, meg a többi idegenforgalmi centrumban. Az lehet az érdeke, hogy a tapasztalt felszolgálóit, pultosait, szakácsait megtartsa, úgyis kevés van belőle, és melléjük oda tud hozni olyan fiatalokat, akik tehermentesíteni tudják őket. Tehát most nem kell attól félni, ma Magyarországon ezekben a szakmákban nem attól kell, hogy kitúr valakit, hanem ha egészségesen meg tudja szervezni. Itt azért belegondol, az is egy nagyon jó dolog, hogy az idősebb szakik, az idősebb kollégák tudják tanítani ezeket a fiatalokat. Megfordítom, diákmunkásból például ezekre a helyekre van elég? Ha azt mondja, hogy munkavállalóra nincs elég egyébként. Nem, ez szükös lesz, ezért mondtam, nem beszéltük meg, hogy erről beszélni fog, ezért mondtam rögtön, hogy a nyugdíjas munkavállalókkal kiegészítve ezt a csapatot, tehát itt ez a hármas egy munkahelyen nagyon jól összeállhat, hogy megvannak az aktív állomány, akik ugye a mindennapot dolgozók, és ott vannak részmunkaidőben a nyugdíjasok, és részmunkaidőben esetleg, vagy teljes munkaidőben nyáron a diákok. Hogyha elfelejtjük most a pénzt, és más nézzük, más szegmens nézzük, van arra felmérés,
felmérésük, hogy a diákok hány százaléka választja munkahelyének később az életében, mondjuk a diák munkahelyét. Nekem nem áll ilyen felmérés a rendelkezésemre, de konkrét vállalkozóktól, akik ezzel foglalkoznak, munkaerő kölcsönző cégeknél, illetve akik a diákszövetkezeti rendszerben működnek, ez azért nagy valószínűséggel 2-3%-nak mondható. Ennyit biztosan mondok, hogy 10% feletti. Arra van-e bármiféle statisztikájuk, hogy aki egy diák vállal egy munkát egy bizonyos nyáron, az a jövő nyáron oda megye vissza, hogyha tetszik neki, vagy pedig mást választ? Jelentősen nagy a visszatérők aránya. Egészséges ez a rendszer most? Tehát van elég ember, van elég felelőtté? Ne, azt nem mondom, hogy egészséges, mert a magyar munkaerőpiac hiányjal küzd, kb. 250 ezer ember hiányzik a versenypiacról, de olyan tekintetben egészséges, hogy jobb béreket tudnak adni ezeknek a gyerekeknek, feltételeket mondhatnak, tudnak választani, és nem kényszerből csinálják a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy egy egészséges fejlődés irányába megy a dolog. Saját maga adott nekem választ arra, hogy miért szeretek önnel beszélgetni erről a témáról. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, hogy meghívott.